Na, akkor kezdjük el. Oké, megvan minden. Ez nem a reklám helye, de itt sem most nem tudom nyomni. Nem tudom, mi a faszom a technikai probléma vele. Valószínűleg az IP cím. Mivel kártyáról ott meg, és átdugtam a routert, és azóta halott. I've had a team analyzing the data you gathered at Kinley College. They discovered a threat we need you to investigate. Report to Torres at the White House for transpo. Entering safe area. Lássunk is belőle valamit. Hangot le, így. Akkor játszunk is valamit, ha már itt vagyunk. Oké, az is jó. Na nézzük, hol vagyunk. Aha. Hát akkor mexikói követség lesz. Hát mondom neki egy kis hangot. Így. Hostile control point detected. Közben ezt is intézik, Messenger. Mindjárt megyek, futok, futok. Jó lesz. Na és végre akkor mexikói nagykövetség. Már mióta be akarok menni. Csak kurvára nincs rá idő, mert állandóan csak lövöldözünk, meg lövöldözünk, és lövöldözünk, semmi több. És a lövöldözésen kívül nem csinálunk semmit, csak lövöldözünk. Úgyhogy jó lesz. Hogy, úristen, basszus. Egyszer. Welcome back to Circle Radio with Andre. Hope you enjoyed the music. Hey, listen. Még egy. És tényleg futok egy pillanat. Egy pillanat. Jaj, nyugodtan írhattok a jobb oldalra, ki van vágva, izé, hogy olvasni tudjam a cuccaitokat. Akkor nézzük. Na, ez megvan. Mindenkinek elérhetővé vált. Hogy? Szia, Laci! Jó reggelt! Most megyek csinálni, végre megcsinálom a mexikói konzulátust. Ja, 9,5 milliót lövök a izével, a puskával. De szerintem ezt tudod, együtt beszéltük este, csak pocs, még koki vagyok. Szettet kéne váltani valami komolyabbra. Ez is komoly, de... Legyen ő. Valami jobb szó. Ez is jó. Elég baszó. Hmm.
Na, míg odaérünk, biztos összeakadok valakivel. Lőve a táskája. Honnan az anyádból lőttök? Ó, bassza meg. Ó, egy rohadt kontrollponton kell keresztül mennem. Azt a kurva. Igen, komoly. Ezért bekerültem, aha. Maradt. Aha. Már is speciális lőszer. Azt a kurva. Én nekem is reggel van, gyerekek. Beállítottam ezt a sok mindent. Aha, jöhetsz, Laci, igen, kösz a segítséget. Simán, hogy ne. Legalább tudod, hogy nagyjából hol van, én nem tudok róla semmit, csak az, hogy bejelöltem, de ott még meg is kell keresni állítólag bejáratot. Fú, ti hogy kerültetek meg én? De fogy a lőszer, na igen. Ez is így nagyon baszó, hogy úgy fogy a lőszerem, mint a rosszabb. Nagyon örülök neked is. Ezt elnyomom, ez már úgyse fog menni. Remélem ott van lőszer. Úristen, ti! Aha. Jaj, Laci, siess, baszki! Mikor lőttem ezeket? Az igen. Ó, felejöttetek, jó helyre. A új specializációhoz így nem fogok kapni pontot. Ó, basszus, hogy feljebb húzzam, de... ez kemény, kemény dió. Skuló. Á, geci. Az igen.
zero passing. Szia Laci! Jó reggelt! Hallasz? Nem is olyan rossz a késleltetés. Ó, basszus. Azt hittem pihenhetek. Ó, végre a megmentő László itt van. Végre. Szed a háj. Laci, lenne egy kérdésem, hallasz? Ali. Na, szia! Bazzeg, próbáltam a Twitch-et beállítani, és sehogy nem megy. Hallod, egy órát beszokottam vele. Visszadugtam a gépbe a netkábelt, a izéről, routerről, és sehol semmi. Semmi közához. Jó kommandod. Na. Tudod, mennyi köze van? Mi történik, amikor elindítanád? Figyelj, csatlakozva van a Twitch-re a gép, meg minden, de a külön másik menübe az élőt is be kell kapcsolni. Na, azt nem engedi. Olyan nincs. Amikor elindítanád a live-ot, vagy el sem indítod rá a live-ot, meg csak próbálod elindítani, vagy... Elindítom rá. Nem az, hogy... nem, van egy külön fiók rész, ahol rá tudsz csatlakozni a fiókokra. Az megvan, rá tudtam csatlakozni, és van egy külön rész, ahol be is kell lépni, hogy meglegyen az élő közvetítés. Igen. És ennyi, ott nem enged tovább, nem engedi bekapcsolni. Ugyanazt csinálja, mint annó a YouTube-nál. Többnyire valószínűleg ez egy olyan opció, amit azt hiszed, hogy be kell állítani, holott ez amikor elindítod az élőt, onnantól aktiválódik. De... Nem, mert az a vicc, Laci, hogy... Elindít... Nem, mert én is ugyanezt csináltam. Ha elindítod az élőt, hogy elindítod rá a live-ot a programoddal, akkor el se indul, vagy kiír valami hibakódot. De azt írják, hogy a beállításoknál be kell állítani valamit. Mert úgy van, hogy tudod, külön van az, hogy a csatornákat tudod, hogy Facebook, YouTube, Twitch, Mixer, meg ezeket be lehet állítani. Igen, na. A programon belül ezt be tudod állítani, ez oké. Okay. De azért a problémája, mivel régebben ment neked elve. Ne, ment, betment a Twitch-ről nyomtam, ez a vicc. Akkor vagy... egyszerűen eldobta az IP címet. Az nagyon jó, örülök de... neki, mert próbáltam, mert az izé kulcsot, mindent megadtod, a stream kulcsot. Rádobtam egy másik routerre. Tehát akkor ugye a réginek az IP címére akarta küldeni a live-ot, majd kiírt egy hibát, hogy állítsak be valamit. Na igen, csak nem minden program írja ki pontosan, hogy hol keresd be a problémát. Állítsd nekem, ugye két programmal próbálom mindig. De a másik, az kiírja, hogy nagyjából hol is keressen meg. Annyi, hogy az IP cím. Hát meg kell nézni, hogy mi a volt eddig, és akkor ami az új lehetőség, az rá kell állítani, és ennyi. Onnantól kezdve el kell indulnia. A közvetítés kulcsot kéne, a Twitch kulcsát beírnom, érted? De nem tudom bemásolni, mert nem tudom, hogy a kártyán hol a picsába kell beállítani. De amúgy tök jó, mert most a YouTube-on nyomom, és a késleltetés így tök fasza. Meg beállítottam a állandó izét, a
Ha nyomsz live-ot, akkor a izé az folyamatosan fog menni nálam. Hogy hostolni foglak. Nem is tudtam, ja, hogy ezt is... automata. Aha, be lehet állítani. Azt is beállítottam, tudom. Meg beraktalak téged a izébe. Hát te vagy csak a listám, úgyhogy itt elég baszó, jó. Ó, hosszú lista lehetett akkor. Hát másokat most nem akarok beállítani, mert inkább ja, reklámozom a saját klánunkat, meg a saját kis játékvilágunkat, amiben el vagyunk, mint a befőt. Ja. A mexikói konzult is azért akarom megcsinálni. Egy az, hogy nincs megcsinálva, meg megígértem a haveroknak bent, hogy toljuk. Úgyhogy... fasza. Ahhoz képest... lézik ketten. Én... meg valaki. A Edina is most nézi munkatársam, neki a fia nagy kocka. Nagyon kemény, szoktunk dumálni a játékokról, meg hogy a fia hajnalig nyomja. Igazi elvetemült, mint mi. Én is hajnali kettőig toltam. Én már tegnap már fáradt voltam. Úgyhogy... de korán felkeltem. Elintéztem mindent, és akkor ma csak live. Nem akarsz inkább egy másik programot kipróbálni? Ott van, nem feltétlenül kell azt, amit én mondok. Ott van a Twitch-en, hogy milyen programokat kéne használni. Ott van, van izé, operás cucc is. Azért nem akarom, Laci, megpróbáltam a... amit te is csinálsz, a mi a faszom az OBS-t, gyenge hozzá a gép. A processzorom szar hozzá, mert egyszer próbáltam, és akkora lagokat dobott, hallott, hogy nézhetetlen volt a videó, meg nem teli a brakba rakta ki, hanem a felső testét látod a karakternek, igen, meg egy igen, kis izét. Ja, értelek, de viszont ugye az OBS az automatán a processzorról próbál neked küldeni igen. kifelé bármit is. Most négy magas, nem tudok sok volt. Mindent. Arról számít, hogy négy magas vagy nem négy magas, az én processzorom is négy magas, Józsi. Nem erre van szó, hogy hány mag egy proci. Hanem egyszerűen csak át kéne állítanod, hogy videokártyáról küldje kifelé. Nálam is át van állítva, hogy videokártyáról tolja. Meg most azt fogom csinálni, hogy megveszem a procit, nem veszem meg azt a baszó, nagyon baszó kártyát, hanem veszek egy olyan kártyát, ami neked van, az bőven elég lesz nekem szerintem. És majd később, majd hogyha úgy összejön a pénz, akkor megveszem a izét, a TI-t. Mert az most így húzós beruházás, nem akarok még egy, majdnem egy évet várni, érted, hogy tényleg összekanalazzam rá a pénzt, hanem szó szerint fogom, megveszem a procit, már megvan minden, és utána meg megveszem az izét, videókártyát. És akkor már tényleg van egy komoly, úgymondott komoly gépem, egy középkategóriás, felső középkategóriás, mint neked. Végülis ez már felső-felső kategória, csak nem a legfelső, mert ahhoz a TI kéne. Kólát bekészítettem, van benne minden, úgyhogy húzhatunk. Fel tudtál venni lootot, vagy valamit? Jaj, tényleg a izét nem szedtük ki. Már a harmadik ilyen konvoj jön itt el, hallod? Tök jó. Végre lőszer. Meg a izé is most nyílt ki a izé, az a szar, ahol ki lehet venni a cuccokat. Bemenjünk. Tudjuk ki. Ma elsődleges cél kiszedni a Weapon Damage-es izét, a fegyvertokot. Jó, van még azt hiszem, még esett is. Nem kezdjük. Lelákat dob. Mindegy, fölveszem. Bezúzom kell az alapanyag.
Na, már is 100/100. Nagyon jó. Na, supply convoy. Gyors törölgettek ki a picsába. Az elektronikát próbáltam kicsit még fullozni. Hát nézd. Átépíteni, hogy... Mondjad. És sikerült amúgy. Néztem olyan elektronikásat, bazeg ez a új, ez a rakétás. Hallott 200 000-es, vagy 250 000-es élet, 150 000-es, vagy na 150 000-es élet, 250 000-es armor. Nagyon baszót összerakott az ember. De faszom a izén, mi a franc az PlayStation-re. Ja, de most... Hallott, három izés attribútus kesztyűk vannak, nagyon kemény. De ez volt három attribút. Hát elektronika meg két tűzerő, olyan kesztyüket dobál. Az a baj az elektronikussal most nekem, hogy semmi üzeim nincs elképzelésem még, hogy hogyan rakjam össze, hogyan nézzen ez ki ténylegesen. Jön lesz ez jó. Hát nekem elektronikám van bőven, de nem a életerő annyira nem kell, a Hive-hoz meg külön kell beállítani a izéket, tudod, hogy heal-t adjon meg ilyeneket. Na. Az is kéne, szerezek módosítókat. Gondolkoztam, hogy hogy lehetne összehozni. Nagy valószínűséggel lenne healer, akkor ugye nekem a izé Hive-omat beraknám. A lilát. Elméletileg életben tartja folyamatosan. Ah, de 12 egy... stack van benne, azt nézted? Nálam még 10. Nálam az alap a 10. De nem nálam 12. Azt, stack, mert... Jó, mert olyan módosítókat meg raktál. 36%-kal növeltem a körsugarát. Úgyhogy elég jó. Annak azt mondja, hogy sok kitelme nincsen, mert 10 méteres sugárban is teljesen tökéletes szerintem. Azért csináltam úgy, érted, hogy izé, ha távolabb vagytok, vagy valami, akkor tényleg fedje úgy a területet. Úgy, mint az első részben, amikor a híládát lerakod. Minél nagyobb, annál jobb. Hú, remélem, ha lesz réd. Meg ezután menjünk már majd létsz egy izét Pentagon, mert azt is meg kell mutatnom. Na, itt ezen a körön belül, hol a faszomban van a izé konzulátus? Én nem fogom megmutatni. Te keresd meg, ne én keressem meg. Körön belül, vagy így a külső szélén, itt még nem mentem végig. Azon is próbálkoztam, hogy itt be lehetett menni a busznál a másik oldalon, vízhez ide le. De ott csak lootot tudtam kiszedni. Azért a lootot ne hagyd el. Baszki. Kör azért van, hogy a körön belül keresd meg, nem az... Bárhol lehet. Százezeren. Kettős fegyvert váltok. Jaj, csak killer. Be lehet menni a boltba, menj már. Hú, lesz üdítő. Killeres cuccot találtam, amúgy nem rossz, többet sebez, mint a Z1-2 damage-el. Fú, nagyon jó ez a Z-bolt, bazzák, tele van. Na, a kólát is szedek ki. Hallom, robbangatsz rendesen. Mobiltelefon is ide van kirakva a falra, reklámnak, bassz meg, menj már. Jaj, tényleg Edina, hogyha itt vagy, na figyeld! Egyik. Én vagyok a baszó.
Van ilyen is, hogy jöjjön az a rohadt helikopter. Nagyon kemény. Akkor le tudok ütni bárkit. Akkor van a másik. Feszitek, mert én vagyok a kemény gyerek. Ez is feszítős, és még puszi a bicepsre is. Na itt a baseballos, itt dobom el a labdát. Ennyi egyelőre. Amúgy rengeteg van, csak kicserélgetni így elég komplikációs. Na keresünk tovább. Hú, lőszeres láda, ez meg kellett. Amíg megkeresed az ajtót, addig én megyek WC-re. Oké, és? Ha lelőnek, ne foglalkozz velem, majd úgyis visszajövök. Találtam megint csomó lootot. Ó, zene. Jönnek már. Már jönnek. Azt hiszem megtaláltam az ajtót. Ne basszám, hogy ez lesz az. Honnan fogtok jönni? Szarládák. Ezt bekaptam. Ó, basszaj. Kipicsázott. Találtam meg az ajtót. Meg ha itt kell lennie, vagy ez a lekerített DZ lesz. Nem, ez külvilág lesz. És pedig akkor ott lesz a csatornánál a bejárat, bassza meg. Vagy ez a szép kis épület lesz az. Hát akkor itt pedig nem lenne lejárat. Életbe. Hogy ezt a fegyót felszedjük. F2000-es, sajna lila. Miért nem tudok a szemétalomra kimenni? És pedig arra lehet, bassza meg. Kurva életbe. Látom, hogy még szenved az ajtóval vagy? Aha, most itt vagyok a izénébe, azok lejöttem ide a csatornába. Látom. A fegyverlútot is kiszedtem. Most mászok ki. Tár ennek a falnak. El sem mentem tényleg, basszus. Szerintem megvan.
ez lesz az. De nem megy itt, akkor még már kijövök a körből. Kumpla életbe. Azt a kurva anyját. Keresd az ajtót, addig én megcsemmítesz a propagandát. Oké, és... Több hallottam. Ja, itt van. Csatlakozhatok? Mondjad. Írtak a chatre. Nem látom a chatet, nem adja ki. Hát gondolod, Dragon, gyere nyugodtan, persze. Hát a klános chatre gondoltam, ugye? Ne, nem adja ki. Most írtam, most hogy szóltál, most léptem be a chatre és most néztem meg. Ja, hát már lehet, hogy régen írták, mert én nekem ugye ezt képelek, meg ide, akkor tovább tart. Kész. Szia, Dragon! Halé! Hello, hello! Amúgy az előbb, hogy beléptem, én itt beszélek nagyban neked, és akkor így elnézek így szépen így balra, itt nézem, hogy a mikrofonom ki van kapcsolva. Ha, kvassa! Mondom, én nem hall ez, hanem mondom, megint bugos a játék. Én is azt hittem, mert akkor megint állítottam volna át a Windows-t a picsába. Mi jót csináltok? Mexikói konzulátus. Hagyom a Józsit szenvedni. Igen, ha szopat rendesen. Hagyja te is, Dragon, hallod? Te... Gyere velem, csak csináljuk itt a dolgokat. Hallod, az összes házat végigjártam már. Igen, néztem a Messengeren, hogy merre vagytok. Utána nézem, hogy élő közvetítés. Jaj, hát hadd szenvedjen vele. Most van kép. Még megcsináljuk mi ezt a propagandát. Jó. Megvan, bassz meg, Embrada de Mexico. Hallod, be van baszva a sarokba, kurva anyját, milyen szar nagykövetség ez. Basszus, azt HS elmentem itt, és nem is, ha nem vettem volna föl most itt a lútot, észre se veszem. Hát igen, figyelni kell. Pont az... és ott van fönt a mexikói jel, basszus. Na, akkor megnézzük legalább ott a mexikói izének a jele. De várjál, hadd fejezzük már be. Hopszi. Gyere ide hozzánk. Megyek. Csak fedezd fel az ajtót, hogy jelölje. Ennyi. Már jelöli. Lootot kaptál, nem? Ja, gyors, kitörlöm, amiket összeszedtem el. Nagyon szar darabokat szedtem össze. Elég. Rengeteg lila van. Fél négyig húztuk a gyereket, és nem tudom, hogy a klánba sikerült-e neki belépni. Ja, van egy új csatlakozó. Hát megvan, 20. Mivel te tegnap beléptem, mert gondolom, hogy kiléptél te, és akkor visszaléptem, és akkor mondtam, hogy igazából az ő térképén kellene vinni, mert
Ugye ezek hallod, megcsinálták úgy, hogy felhúzták, hogy már 25-ös volt, mikor én tegnap amikor láttam a gyereket. És mint kiderült, nem is az ő térképén kezdték el húzni. Basz meg. Valószínűleg... Nem. Valószínűleg az ő térképe fullosan... Üres. Még nullás volt. És így... Hát a DZ-be úgy vittük be... Aha, hát... Mindenki ez még el kellett menni beszélni a karakterekkel. Úgyhogy ilyeneket csináltunk meg hirtelen neki. Meg nem bírták azt megérteni, hogy a nagy székkerekkel meg mindenekkel hiába üldösnek helyette. Azt, hogyha fel akarsz valakit húzni, lényegében csak felállítani kellene, csak hogy ő üldözzön, hogy a saját szintje menjen. Nem? Nem. Ha, az... ha szíket dobálsz, akkor csoportos ölésnél nagyobb XP-t kap ő is. De úgy jött végig velünk mindenhon, hogy legugolt a pálya elején, és csak úgy szaladgált utánuk, jóformán nem is lőtt. Hát, mint az egybe. Na. Igen, de igazából tök mindegy, mert ha kellő távolságban van, megkapja az XP-t. Nem volt. Indíthatom. Tudom már. Juhé! Ó, de vártam már, geco. Ennyi. Engedj már be, he. Start mission. Na, fogadjátok el. Nekem már... Töltünk-e? Jó, nem olyan szer a késleltetés. A perkeket kinyitották vele? Milyen perket? Amúgy azt nevettem, mikor írja Matyi, hogy segítenek egy új gyereknek. Nem jössz tök be? Még tölt nekem. Te már benn vagyok. Ha jó gyors a géped, add csak oda. Ben voltam én is, csak hát ugye meg kell várni még egyet töltsön, mert... Ennyi lassan tölt. Aha, ott a kulcs. Elég lelakott ez a mexikói konzulátus, látszik, hogy nincs maniuk. Jó, és akkor itt is ugyanaz csak, mint a Black-kel is. Csinálsz mindent. Okés. Rájössz mindenre, ha nem, akkor majd szólsz. Igen, csak nézelődök én itt, el leszek itt a sarokba. Szólj, ha kellek. Okés. Na, aztán azt nevettem, hogy két olyan ember, vagy három olyan ember akar segíteni újaknak. Akik... Még ők is tanulják a játékot. Na. Jön ki a hiba mindig. Hát, ja, basszus. Én csak annyit szoktam, amennyiben biztos vagyok, hogy félre ne vezessem. De kemény basszus, ekkora festmény. Mexikó, Mexikó. Na azért ládából szedünk ki lőszert. Itt is van négy telefon, igaz? Meg a kis ja. Mackó. Van, ahol öt szokott lenni. Aggódj, addig ki sem megyünk úgyse, amíg meg nincs, az kész. Telefon. Ha az egy másik szobába lesz, erre nem tudunk menni. Várjál, hoho! Bazeg, de jó, hogy fel. Gyertek, már itt a sok loot. RPK. Shotgun. Hú, bazeg, lila mellén. Hú, milyen hangok vannak. Na itt már fent jobban néz ki. A legjobb, hogy a srác teljesen új neki a Division, tehát hogy így az nem kemény. Játszott az egyel se. Semmit nem tud róla, és így akarják kioktatni, hogy ilyen alapvető dolgokat nem figyelnek, és elkövetik a hibákat. Így tanulja meg a gyerek. Hogyan bassz el a játékot, vagy a karakterét? Nem, az csak most ez rögződik meg, hogy bevisszük egy Wordier 5-ös térképre az újoncot, és húzzuk fel szépen. Majd 30-as szinten átlépünk az ő térképére, holott nem így kéne felhúzni. Mert így
Nincsenek készen a küldetései. Kezdhet mindent előről. De nem az, hogy kezdhet előről mindent, hanem hogy most ilyen, hogyha klánhoz beim velem, nem tud csatlakozni, holott a szintje már megvan hozzá, mert nem húzzák az ő térképét. Ki húzta le a WC-t? Nem én. Tehát azta! Eleve... Fik, pisált az idióta, ilyen sem volt még a játékban, hogy valaki behugyozik. De kemény... A szabályos, szabályos húzás az úgy lenne, hogy... Hát az ő térképén, és a side mission-eket hagyni utoljára. Egyrészt, attól függ, hogy hogyan. Nem mutasd meg neki semmit, Dragon. Nem mutasd meg, majd én rájövök. Az a lényeg, hogy ő jöjjön rá. Nem, hát egy bizonyos szintig húzni vörtírötön, majd szépen átlépni az ő térképére. Végre itt a teló. Majd ott is. Ott is húzza a térképet, hogy menjen, szépen haladjon. Kezdők. Ilyen szokott lenni. Majd... Csodálkoznak, mint Dude, hogy hogy a francba csinálom meg 24 óra alatt egy karakter. Ó, basszus, az ő gyilkos merénylők. Hogy csinálom meg kurva gyorsan a karaktert, hogy kész legyen. Hát... Én a szép felhúzási sorrendeket. Jól néz ki a fal, basszus, kurvára jól meg van csinálva, tetszik. Espinosa told me there were some great resources here, but I didn't think that meant explosives. Oh, jól néz ki. You don't really want to take military-grade munitions during an evacuation. The clock just started ticking, agent. Portable device detected. Basszus, nem is olyan kicsi ez a konzulátus, bazd meg. Dika helikopterbe zuhanva. Ó, majdnem kifagytam. Ha nem most. Nem szándékozom. Kalapácsos kettő is? Ajaj. Nem lehet innen leugrani. Fú, kapta fejre. Hol a másik? Meghalt? Aha, most nyílt ki itt a kapu. Hú, bazzeg, csúnyán kaptam. Watch
Azt a... Set a hive. El Mexico. Ó, Hive-hoz kaptam cuccot, fasza. Ó, itt... Ah, itt van egy telefon, hol a faszomban van a telefon? Ott egy Inka naptár, baszki. Na jó, meglőttek nyilla a geci. Köszi, köszi. Fejbe lőttek, nyilve szólt át ki a fejemből, bazd meg. Szablakba. Vagy 49 vagy 490 ezer volt headshot. Szerintem az 490 volt. Várjál, itt föl kell mennem a telefonért. Hogy a faszba lehet oda bemenni, bassz meg? Ne bassz már föl. Kíváncsi lennék, hogy te rájössz-e. Nem mondok semmit. Végig jártam a módos videók után mindent, amit lehet. Semmi olyan nincs, amit fényképen mutattál, Laci, amúgy. Ah, jó. Oké. Azért kösz. Mert 3:30-kor kiléptem, 5 óra, 5:30-kor meg vissza be. Azóta itt vagyok, megint majd estig. Jó, tudod. Muszáj, be kell hozni a lemaradást. A mellényemet, hogyha érkezel, nézd már meg, most már az jó. Többi az nem, igazán. Wow, eddig se volt rossz. Wow. Milyen mellénye van? Várja, most már kíváncsivá tettél, baszki. Szép. 23,3 kell a fegyód. Na, baszó. 50 elitsebzés, még kurva jobb. Ó, 13 is feles weapon damage. Na, 40,000 armor. Kurva jó. Majd, hogyha találsz, akkor ne 40 000-es armor legyen, hanem legyen olyan 25-30 körüli total armor, az már Isten császár lesz. Csináltam ilyen szettet, amiben ez a 30% weapon damage-es van, ilyen szettem van. Csak... A jó, zsira hallgass, nagyon jó az a 40 000 armor inkább. Amúgy jó. Healt kéne tolni még bele, hogy a Raiden ne feküdjen, mert még nekem is... Van, meg tudok csinálni 100 000-es heal, de még abban is meg tudok feküdni. Az a baj, a mérgezés nagyon levesz, és hogyha nem baszol le izét, azt a kemlancsos cuccot, akkor nagyon... Ó, ott a 13,5% total armor térdesre, baszol. Ez kurva jó, bazd meg. Meg, már persze, megnövelték. Van 18 és feles belőle a legnagyobb, Laci. DZ-be láttam. Szerinted hogy csináltak 660 000-es páncélt? Akkor az amit még... levágtak tőlünk, na abba valami olyasmi lehetett. Az, amit te látsz, Józsi, hogy 18 és fél volt, amit itt eddig láttál, az még nem azt jelenti, hogy az a legmagasabb.
Akkor lehet, hogy van Elég nagyobb. magas. Az Assault Rifle 12 kesztyűre. volt eddig. Figyú már, ja neki nincsen meg, basszus, majd nagyobb Assaultot kell kidobni kesztyűre. Ha találok, akkor kidobom neked. A hallod a izét, pazar nagyon a hátid is. Az is kurva jó. Hallod, tök jó a cuccod. Ne fikázz már, bazd meg. Na, az elitsebzésedre kíváncsi vagyok, mert az, azt tudja, hogy az is kurva jó neked. Te amúgy most így... Hallottál valakit a fikázás? Hallod, ne idegesítsél meg. Nem, nem hallottam semmit. 75% nekem 73, bassza meg. Kurva jó a szetted eddig, hallod? Ultrabaszó vagy te is. Köszöntelek az ultrabaszók csapatában. A rédes másik szettem az ugyanez, mint ez, csak az a 30%-os, csak nem a 30-as, hanem a 25-ös van berakva nekem, mert ebből a 30-asból csak egy van. Darabos volt, mint egy sajtveszőlőn reszelték volna. Elnézést kérek, még kezdő streamelő vagyok, szar a gépem hozzá. Figyelj, ha még akarsz húzni azért a fegyveren, hogy azért ebből ki lehet húzni 25-öt is, úgy lehet még fokozni, hogy fegyvertokot lecseréled Gilára két offenzív moddal, abba belebaszni legalább 4% assault rifle damage-et, a kesztyűt kicseréled sokkal magasabb izére, ki kéne farmolni neki a blueprintet a másik kesztyűre, abból 13B assault rifle damage-et ki lehet pörgetni, plusz a kesztyűre akkor izé mehetne a weapon damage-es ja, talentet, igen. Devastating vagy mert Devastation, az. Nézd már meg, Léci Dragon, a hátizsákodat, azt mondd már, hogy mi van neked attribútba benne, Léci. A hátizsákom az azért nem jó, mert van benne egy utility. Az attól jó. Akkor itt egy defenzes, van rajta 4,5 total armor. 14.338 heal, 300 critical hit damage és 10.190 armor, ezt nézd meg. Most kaptam. Hallod, itt egy 9%-os weapon damage-es hát is, ezt is most kaptam, és kettő... Hol van? Egy offenzív és egy utility is itt van. Yes. Köszi. Annyi szett van már nálam, gyerekek, most azért nem tudom, ki kell raknom majd de az zaj, összes. Csináld a pályát, te ne a lúta vizéljál már. Megteltem, Laci. Full. Hát, mert a francér vagy megint teli. Hát, árud már mert találtam egy csomó jó cuccot meg, amit kidobáltatok ti is nekem. Na, nyitom az ajtót. Látod, milyen jó fej vagyok? A töltény! Milyen ládák ezek? Jó, baszki, ott vannak a fiúk. Na várjál, előjetek! Nesztek, srácok, úgy? Elfutott a geci! Hát annyi, hogy fegyvertokból nekem gila van. Igen. Méghozzá azon van a plusz 5% weapon damage talentnek, attribútnak van plusz 12.986 heal, meg forgattam rá plusz 15% critical hit damage-et. Ez gila? Igen. Az kemény. Mert gila fegyvertokon nem nagyon van talán. Ja. Már csak azért furcsálom amúgy. Ó, várjál, nem jól néztem. Igaz. Igaz, igaz. Egyből kellett volna már nekem is, bazzek a talentes. Nem. Nincs rajta talent. Azt a kurva! Ami most van rajtam, azt mondtam.
Ja. Azért. Mert van itt egy kilomet csinálva, megnyomja a hílemet, az ármót is. Most hagytam meg. Nem tudsz kúszni, mi? De. Próbálj meg bekúszni. Látod a kéket. Ah, köszi. Ja, nem várják, fölveszi. Már föl lehet venni, akkor ne töltsön már annyit. Ó, nevesített cucc. Ha, de milyen érdekes már, mert ez is megint valamit változtattak, mert... Na figyelj, itt egy kesztyű, akkor mindjárt mondom is. Murakami healt ad egyből set bónuszba 4% heal. Igaz, hogy 2% assault drive damage, ez mindenképp cserélned kell. És itt van a devastating kesztyű. Már dobom is ki neked akkor. Az baszó kesztyű. Erre csak tekerned kell egy 12-es assaultot, vagy a... Ha majd tudsz 13-as assaultot, ennyi. Semmi extrém dolgot nem kell már. Akkor a fegyvert okot tudod majd cserélni. Lára, mert abban úgyse lesz talent. Az egy kurvára nagy, ez a spanyol konzul. Viszont a devastating ugye úgy csinált, hogy abból kettő szokott lenni, fegyvert akkor vagy kesztyűt. Jelen pillanatokban ugye csak az egyik fog élni. Tehát azért mondom, hogy kesztyűre tedd a devastatinget, fegyvertokra meg mehet a gila. Két offenzív izé van. Amúgy a nevesített cucc ilyen izéval is van már körbevéve. Ilyen... Két ilyen csík keresztben, ami körbe karolja. Igen, de jó. Várjál, lefotózom neked. Eddig nem így nézett ki. Hát amennyire látszik, de hát ott az a két csík. És megvan a piromániás. Az kurva jó. Második gyilkolás után ad tüzes sebzést, az még plusz 30%, vagy hogy a faszomba van? A probléma viszont, hogy... Hogyan van? Egy ölés, 40% weapon damage. Igen, de ez elvileg csak a... Lángoló ellenfelekre. Na hát, de meggyújtja őket. Two kills after burning the next enemy. Tehát, elvileg ölnöm kell egyet, majd a második killnél már kigyújtja az ellenfelet, és a kigyújtott ellenfélre 40% weapon. Aha. Megnézzük, tehát erre kíváncsi vagyok kurvára, mert... Boyze is mondta. Black is mondta, hogy szerezzem meg ezt a fegyvert, mert ez jó. Á, nekem is ő adta, azt hiszem, vagy nem is tudom, de ő adta. Az, mit szerelje, hogyan szerelje. Elég fontos ez a fegyver, nem? Melyik?
ez van Dennynek a majd kiderítem. Te használsz ilyen fegyvert állandóan, de nem tudod, hogy miről. Ja, az pontos, rohadt pontos. Csak már akkor ugye olyan módosítókat teszek rá. Mekkora RPM-mel van neked? Nem Rate of Fire van rajta, azt már most mondom. Nekem az, beleraktam. Volt 50-es. És nekem 9.35. Nem rohadtul nem kell erre Rate of Fire. Ja várj, mert ezen stabilitás van talentnek, 15% stabilitás. Nekem recharged van még rajta. Transmission. Poster shock. Percenként fordult elő, hogy sokkot idéz elő. Aha. Keres körzet. Ah. De jó, tényleg úgy adja ki, bazd meg, egy felfelé nyíl, amikor világít a tetejénél. Nem csak az, hogy eddig ugye a felfelé nyíl volt az a vastagon szedett, ami így körbeöleli egy ilyen vonal. Aha. Ilyen spirálszerűen. Na az nem volt eddig. Tényleg. Most jöhetett be a valamik nap. Eddig nem volt semmilyen. Ezek lesznek be a kettőben a classified-ok. Figyeld meg. Az lenne, hogyha úgy lenne, mint az egy vagy kettőt lehetne rajta húzni. Na hát ez baszó lenne. Elő vagy utol. Várjál majd. Kéne nekem olyan ellenfél, akire nem is lőttök. De begyújtottad. Lángolt a csávó. Nem gyújtottam be, még senkit nem gyújtottam. Pedig ott volt a feje fölött. Aha, igen, most már jó. Ahhoz még pluszban a gyújtó levedék azért baszó lenne. Opszi. Csak kicsit damage-el. Ja, az a probléma, hogy a Raiden nem tudom mennyire válna be. De mindenképp ki lesz próbálva. Ja, itt a izé. Milyen tudok ezzel beszélni? Jaj, ezt kell megmenteni? Azt a kurva. Fasza, örülök neki. Nagy darab. Immun is. Lángszórós, bassza meg. Jönnek basszus. Megint jön egy ilyen szerencsétlen. Sniperes buzi. Elvadnék, hogy... Faszki! Meg ne hajj nekem! Íj, hallod? Annak... Egy lövés.
bazd meg, meghaltam én is. Szed a Hive. Fel kell szedni a pilótát, mert meg fog halni. Fú, azt nem mondtátok, hogy ilyen buzi nehéz, baszki. Hát... én nem tudtam. Én... ilyenekre nem emlékszem. Azt a... jaj. Nem, már kilőttek, baszki. A pilótát valaki kaparja föl. Tedd fel a másikat. Másik a dragon. Megvan. Hol van? Bazd meg, Laci, hát mi a gecim volt ez, itt jobbról az ajtó kinyílott, azt ömlöttek kifele. Fú, mennyi loot van itt, bazd meg. Nevesített fegyót adott. Bazdek, csak fegyvereket dobáltak ki, mi a faszom ez a hely? Melyik fegyvert kaptad meg nevesítettbe? Mindjárt nézem. Van SVD-re is amúgy, hallod? Rifle-be van már nekem már kettő. Meg sniperbe, a snipert már dobtam egyet ki a izének. Hallod? Sniper, Marsk Mari full, 134,4 k, Ekims Long Stick. Van rajta egy Perfect Ranger, 5 méterenként 300% weapon damage. Meg van egy Jazzy Hands, plusz 10% reload speed, meg egy double duty, duty. Kidobod, hogy megnézzem? Persze, itt van, ha kell, meg is tarthatod. Már így. Model 700-nak a... ilyen ám van nekem is. Ilyen rossz, hogy nem lehet leszedni a... ugye? Talentet. Azzal nagyon megszapadtak mindenkit amúgy. Mennyi a sima Ranger akkor, ha ez... perfektül 3-at ad. 200, vagyis 2, 2% a sima. 1%-ot húztak rajta, de az is bőven elég, ha megnézed, baszki. Nem 5%-ot adott 5 méterenként? 2%-ot itt van, most nézem a Ranger-t, a simát, mert... de eddig? Nem azt kérdezem, hogy most mennyi, hanem hogy eddig mennyit adott? 5 méterenként 2%-ot. Nem változtattak semmit? Nem. 1%-ot dobtak rá, az kész. Nem érted, amit kérdezek, de mindegy. Akkor kitett föl megint a kérdést. Jó. Akkor máshogy fogalmazzuk. TU-6 előtt mennyi volt a Ranger? 5 méterenként 2%. Az volt a legelső. 1%-ot húztak rajta, azt mondom, mert tudom, mert a legelső Ranger-ös izén van meg, Hunting M44-esem. És ezen a fegyveren még állítani sem állítottam semmit, mert a ritmus is benne van, 15% accuracy, meg a Ranger. Ez a labba benne volt. 1%-ot basztak rá. Most ráfogtam volna, hogy az assault-om azért nem sem ez annyit. Ja. Valamire rá kellett volna kenni, de elbasztad, nem tudom rá kenni. Örültem volna én is, hogyha több, mert azért ez az 1%, ez nem sok. Most 10 méterre az 6%, és nem mindig adja meg, Laci. De megadja mindig. De tart se érünk egy Model 700-on, ahol... egyes évet tár az, hát... meg bajonett záros, érted? Mindegy. De jó lesz az később, még lehet, hogy valamire használható lesz. Nem, majd berakom a ládába. Majd úgyis kidobja nekem a játék. Ha lesz még egy, akkor majd kidobod a szennyi, hát most. De nyugodtan rakd el, nekem már vannak ilyen sniper gecieim, ilyen izé aranygenyókkal, és nem használom őket. Ott van, rakd el, tesztelgesd. Teszteljek.
Nem fogok itt tesztelgetni Model 700-at, mint valószínűleg. Én mondjuk a Hating M44-et szeretem. De tudod miért jó az? Annak tudod milyen tárat tudsz belerakni? 5%-os weapon damage-et. Azért ez nem mindegy. Nem is az, hogyha kilövöm mindet, ami benne van, csak egyet betáraz, engedi előni. Model 700 is enged lőni, ha egyet tárhoz. Csak hát ugye el kell nyomni. Ja. Úgy, mint fejezze a Shotinál. Fejezze be a tárhozást. Azt nem jó benne, hogy egyesével tárhozza be. Még kell valamit csinálni ezzel a helikopterrel amúgy? Látod, amit kiír a játék? Hagyd el a területet. Ne hagyd el. Ja, 23 szekig itt kell lenni. Nem, hanem felszedted a telefont. Nem jelezi. Jaj, nem. Nem, bazd meg. Köszönöm szépen. De egy telefont szedtem föl, vagy mennyit? Egyet, ja. Itt jelzi fönt a telefont. Kettőt igen. Jelez itt. Hú, ezzel mi is sokat szoptunk. Basszikus. Itt jelzi fönt a telefont. Hol van? Fölötted vagy? Fölöttem. Aha, akkor ott kell fölmenni. Oké. Pálya elején nem lőttél. Mit nem lőttem? Gyere ide, Józsi! De lőttem pálya elején, szedtem kizét. Annyi, hogy mi segítséget kaptunk a sárga dobozzal. Állj ide, és azt... Hát nem teljesen látszik tökéletesen, de... ne látni. Elég nehéz észrevenni. Hol a kurva életben van? Hülye, már ráfeküdtem a tévére, bassz meg! Jaj! Talán egy sniperre jobban látni lehetne, de ott van fent. Kicsit állj el előlem. Esküszöm, átváltok sniperre. Nem látom, baszki. Nagyon picit látszik az a probléma amúgy. Na várjál, most már erre kíváncsi vagyok, hol a sniper? De... nem is tudom, honnan lehetne tökéletesen. Lőjem ki? Ne. Nekem mondjuk innen, ahol én állok. Az a baj, nem pirosodik be a célkereszt, amit nem értek, miért nem. Na mindegy, visszafelé kell menni. Pályán. Hát én ezt nem hiszem, mert hol a faszba van gyerekek? Gyere, Józsi! És kajak onnan látod? A doboz meg a könyvek közt. Azt látom már. Nem tudom kilőni, bazeg, mozog ez a szar. Ó, digitális szkópot nem tudom rárakni. Parügy.
Azt a háj szó, hogy lőjem már ki azt a szart? Hát én ezt nem hiszem el. Lőjétek már ki, basszus, hát én nem tudom mindenki lőni, pedig már látom. Na. Tárazd már be. Mindenképp visszafelé kell futni. Geci, nem tudom kilőni. Ki van már lőve? Nos, már az a probléma, nem pirosodik be a célkeresztre. Ah, most kapok agyfaszt, geci. Gyere már most, hogy ellöved a tárat, az összeset. Mindenképp visszafelé kell szaladni a pályán. Hát gusztustalan egy megoldás, hogy így csinálták meg. Visszafelé jó. Bazd meg! Hallod? Felmásztam simán itt kézzel, ezt nem láttam, hogy tovább oda kell menni a másik oldalra kötéllel. Nem mondod, hogy itt még van ember. Újra fogom. Újra spawnolódnak az ellenfelek. De még jobban látszik. De még vissza kell menni. Jó, hogy visszajöttem, ott egy lootom. Jó keresztbe kasul be kell járni, baszki. Aha. Itt van ám az ajtó. Várjál, ott a telefon. Hogy a faszomba kell oda fölmenni? Ja! Ha. Nem úgy. Ja, erre úgy is rájövök, hogy hogy kell oda bemenni a telefonért. Nem mondod, hogy bent vagy a telefonért, hát. Ne szopass már, Laci. Meg... Hogy a fazon mentél oda? Meg lehet, meg lehet. Hát Isten bizony, már agyfaszt kapok, bazd meg. Igyásas. A
Azt a mocskos rohadt kurva úristen itt. Két telefont jelez itt. Egy itt van, meg egy van lent. Nem valahol fel kellett volna venni egy kulcsot? Már vettem föl kulcsot, de az elején adott csak. Meg egy telefon nekem itt egy szinten lejjebb jelez. Hát ezt az ajtót kinyitni hallod? Ha én nem emlékszek. Láttad, amit lőttem? Azt lőjed. Nekünk már az ki van lőve, azért nem csinál semmit. Azt lőttem. Mit lőttél? Lőjél valamit? Azt már lőttem előbb is, de... Igazából minden rejtett kulcs fel van véve. Innen jöttünk be. Ja, innen. Azért nem találjuk azt a kulcsot, mert nem is mi vettük fel a
Geráttal voltunk akkor bent. Hát de most két és már csak van. És már csak akkor mondta, hogy ja bocs, felvette. És az lent volt. Én vettem fel egy kulcsot, annak semmi köze hozzá. Két helyen volt kulcs, felvette a Józsi mind a kettőt. Tehát elméleti szinten ennek az ajtónak ki kéne most nyillania. Nem értem, miért nem zöld. Tudom, hogy most a pálya végén lenne még kulcs. Aj. Mert egy bentebbi ajtóhoz lenne köze a sárga doboznak amúgy. De lent is van egy ajtó, mert lent is jeleznek egy rohadt kulcsot. Vagyis egy telefont. Vagy ez a kulcsot. Ki addig, amíg nincs meg. Hol itt jeleznek egy telefon? Aha. Az a szobába jelzi azt a telefon. Kettőt, egyet jelez még lent, egyet itt lent, még egyen lejjebb. Viszont a térkép fogja jelezni, hogyha elmentél mellette. Geci, nem tudok lejjebb menni egy rohadt szintet. Hát menj végig a pályán, hát van még végig kell szaladni. Azon vagyok, basszus. Egyáltalán nem járt senki. Na gyere vissza. Ugye menj be. Gyere már lejjebb egy szinten, hova mész oda föl? Bozz meg! Nice watch. Nice watch. Kánoán! És mind az enyém! Ó, itt a kulcs, bazd meg! A kurva anyját! Scanning. Embassy of Mexico identification. Kalapás, csavarhúzó elektronika. You didn't pass through any areas without security clearance agent. This must be access for another part of the building. És most vissza. Nagyon jó. Tánom. Megyök.
hova visz, te jó Isten? Képes ott körbe Az semmi, a lenti kulcsot akkor vettem észre, amikor a felsőt is jelezte. Egészség. Hopci. Hallod, Laci? Cukik vagyunk, hát. Három kulcs volt összesen. Várjátok, van egy kis bibi. Na, most már nincs bibi. Átfutottam a falon. Bazzag, átfutottam a falon a kurva életbe. Erre visszarakott ide kívülre. Adott egy mellényt. Várja, ez izé, arany mellény. Nem mellényt adott? Dingson, anyád, bazd meg. Nincs nem arany, csak ennek is van ilyen buzi neve ezeknek ez szaroknak. Dingson, meg ilyen fasságok. Ez olyan, mintha valami után gyártott kínai cucc lenne. Muramaki koze. Na most már akkor ki lehet innen zsalni, igaz? Tartó. Ja, és akkor arra visszafele van a kijárat ott lent, igaz? Ja. Nézd meg, megvan mindened? Addig én el sem mozdulok. A maci, bazd meg! A gamer maci. Milyen maci? Kulcstartója. Bazd meg! Köcsög, izé, nincsen behúzva teljesen a sötétítő, és azért nem látom a jó istent se. Hát, tudtam én, hogy valamire... Tudtam, hogy gamer maci. Várj, ezt tudom, ezt tudom. Ezt tudom. Oda be kell menni, igaz? Én ezt tudom. Figyó. Nézzétek és lássatok és tanuljatok, jó? Már megnézted. Nem, az a vicc, hogy nem. Áááá! Ott a macim! El Mexico, tropi! A muffin! A muffcsin! Doboz. Kárgulott. Bazd meg! Reggel még olyan hűvös volt, most egy 200 elkra süt a nap. Kell innom egy kis felkeltő kólát, te. Na, te is ásítasz, bazd meg. Mondom, nagyon korai volt ez a kelés mindannyiunknak. Úristen, 7-kor keltem. Én nem is aludtam. Hogyhogy. Holnap is kell. Jaj. Én nem voltam fönn, hát most már nekem... Ugyan, én nappal szeretek játszani, nem éjjel. Éjjel, amikor senki nincs meg. Ellopták a szénsavat a kólámból, bazd meg, én de szar. Rájöttem, hogy a Matyék miért nincsenek sosincs fent, akkor rédre mennénk. Alszanak. Valusznak. Így van. Mert ők éjjel játszanak. Matyék.
tényleg ő most milyen éjszakás vagy nappalos? Délutános. Délutános. Hú, bazd meg, akkor az most este fog jönni. Hát ugye ő kint van, ő neki elvileg nincs ünnep. Amúgy én a héten már nem is dolgozok. Hogy a gecibe? Holnap lesz valami oktatás, aztán ennyi. Nálunk ki éveleje el... Dík nyímák itt a rossebb. És még van egy ilyen pályán, basszus, az azt se tudom mi az. Dík, azt hittem át lehet mászni az ablakon. Egy irányú a forgalom, én a forgalommal szembe haladok. Probléma lehet? Nem hiszem. Getsz, sok inka cucc kirakva, és a mexikóiaknak semmi közük az inkákhoz. Bevándorló köcsök spanyolok. Ugyanez van Amerikával is, bazd meg. Az ős lakosságot kiirtották. Majdnem az egészet. És most belegondolsz, bazd meg, Laci. Akik megmaradtak Amerikába, indiánok, egy részük nem adózik, nem kell adót fizetniük. De hát egy rezervátumban ki a faszt érdeke, hogy nem fizet ezé adót, bazd meg. Amikor egy szó az egész földrész az övék lenne. Erre kell ki? Pálya elejére visszatud. Hát bazd meg. Tudom. Basz ki vissza. Azt hittem valami loot van ott. Van, van is itt lent. Itt jobb oldalt, itt egy páncélláda. Azt már felszedtem. Hát jó, te már ezt már megjátszottad. Az előbb, hogy visszafutottam. Meg, ja, 100%. Oké. Confirm. A másik az, az is ilyen szopatós rész. Jött. A másik is ilyen szopatós. Persze. Nagyon jó. Boldog vagyok. Sajnos a Geralt az folyamatosan lelőtte a poént a pályán, szóval... Holott úgy közöltem is vele még, mikor belépett. Elkezdtük, hogy nem ér a poént lelőni. Hát akkor trókodott. Azért is. Én lelőttem volna a picsába, vagy kidobtam volna ezé csapatból. Hát azt hittük, miért, ugye... miért tölt ki egyszer nekem? Mert lassabban töltök én kifele. Azért. Én még 89%-on vagyok. Nekem nincsen csúcsgépen, baszki. Nekem csak a alkatrészei de vannak meg. De onnan. Tudod kétszer? Na. De azt hittük ugye, hogy nincs még meg neki a pálya, az megvolt, azt így állandóan elkezdtem mondani, hogy most ezt kell, most azt kell, meg rohant előre. Gábor az sékideg lett, az hallatszott is rajta, hogy jaj, nincsen még egy ilyen kék izé. Nem kettő szokott lenni? Kettő.
Nem láttam a másikat. Valami most el van tűnve. Megcsinál? Nem csináltad meg te azt, ugye? Nem. Jaj, a te térképeden vagyunk. Miért az én térképemre töltött? Én ezt nem értem, akkor... baszki. PTF. Nem is én vagyok a líder most. Én vagyok a líder, de a te térképeden vagyunk. Ez hogy a faszba? Jó, akkor lép ki, hogy tölts át a térképedre, aztán csatlakozunk. Oké. Okay. Surviving that last encounter. Ez most mi? Ter játék ott te. Nagyon brutál ez a játék. A izé, dízi Westhez kell menni, onnan van közelebb. De ez egy kikötő rész. Ne lépj ajtóba befelé. Nem, a bejárathoz tudod, ahol van a izé. Nem. A főkapu? Aha, azt kijavították, akkor már nem ránt be. A főkapu az sose rántott be, de ha bemész egy ajtóhoz... Azt tudom, berántja akkor... az egész társaságot úgy, ahogy van. De nem értem, miért csinálták így meg, akkora köcsökség. Hát ezt nagyon remélem, hogy a hamar ki fogják szedni belőle, mert... Így nem tud az ember... úgy bemenni a DZ-be, hogy... Mint egy csapat egyik fele Fehérházban, és úgy szerel a másik, meg bemegy az ki. Ó, baszki, rakpart! De király rész! Ott be lehetett egyáltalán menni? Mert ott még én nem voltam, szerintem soha. Gyerek hiba. Jaj. Gyerek vagy öreg hiba? Öreg gyerek hiba. Lassan megiszom ezt a húgyszar kólát. És akkor... Na így már jó. Aztán jelöld, mert fogalmam nincs hova kell menni. The outcasts have been using a marina south of Georgetown to move weapons and ammo into the city. If we can take out those munitions, it'll disrupt their operation. Hostiles guarding location nearby. Jelölted, Józsi? Jelöltem. Már így én nem látom. Be van pedig jelölve. Sárgán is mutatja. Látom. Láttad? Látom. Én is látom, bejelöltem. Azért, mert ugye így összekeveredtem. Líder jelöl, akkor ugye látom én is. Ó, ott a loot. De faja loot lesz, remélem. Abszamit. Mind a kettő elektronikás. Nem baj, jó az. Nem tudják, hogy itt vannak a bazó agentek. Na, a pálcás kurva, hallod a hangját? Le is szedted. Pálcás.
pálcás kurvák. Az bírom, ahogy sikít. Majdnem. Nem mondod, még vannak itt. Ó, loot hegyek. Mondta Málac, hogy mi loot kurvák vagyunk. Loot kurvák vagyunk. Hát, kurvulunk a lootért. Jaha. Ó. Lassan olyan fasz a cuccokat tudok megint szerelni. Jaj, tényleg itt is, akkor meg kell keresni a bejáratot? Fasza lesz? Hát, de mit hittél majd, ez én majd így... Hát tudom, te kegyetlen vagy, bazd meg! De nem baj, így a jó! Várjál, itt van egy láda. Ó. Itt van egy télapó. Kicsit se utal az első része. Tényleg, bazd meg! De kemény! Na, megkeresem a bőjáratot, én megtalálom egy bűmény, baszaú vagyok-e? Na, hogyha megtalálod, szóljál, mert nem tudom, hogy ez nekem egyáltalán megvan-e. Meg is van egy bő, ide jöttem a bejárathoz, geci. Akkor fedezd már fel. Wow. Öt telefon. Fasza, néztem én is. Ne lepődjetek meg, ha 20-szor tört, jó? Én csak 23-24-nél tartok. Múltkor feltöltött, bazeg 85%-ig, erre visszavett 10-ig, 62-ig, utána meg 40-ig. Az jó volt. Ben vagyok. Arany élet. Ben voltam már, lőszert vettem fel erre megint. Persze, mert én most érkeztem meg. Én meg sem mozdultam inkább, nem. De most nekem csak egyszer töltöttem. Ja! Van itt device detected balra. Kommandó! Öljétek meg! Mindenkit! Is. Szólnom, hadd öljön! Miért? Mert 10 ellenfelet meg kell, hogy öljön. Ja. Van egy olyan izé? 100 skill power-re van. Kemény. Az elektronikást kéne összeraknod. Na hú, dobnak egy molotovot. Kilőtted, ügyes vagy. Ja, csak még rám hullott. Hogyha én égek, akkor tudod, mert hozzád. Miért nem égelte is? Hát azért... Amíg az volna a szép. Az kemény lenne, de... Még meg is gyújt. Azért nem égünk meg, mert akkor kusza lábbal tolunk el. Telibe lőttem a nagy semmit, az úgy jó. Száz négyezer. Azt a mocskos! Ez hogy a kurva anyjába lőtt ez így ki? Oda ragad, geci! Ú, az engem is, de idegesít, bazd meg. Bent van ez a telefon, vagy itt ki?
Ja, itt van, bazd meg. A lakatot vettem észre, baszki. A hajt csörög, már valaki keres engem. Hello baby, hogy vagy? Igen. Ahogy mondod. Remélem, hogy így hallgatgatom ezeket a szarokat, megadja azt a szart, amire már várok. Már lassan egy éve. Hát egy éve nem, de hónapok óta igen. Ennél a karakternél be van bajgolva, tehát ennél a karakternél ne várjál csodát. Nagyon örülök. De nem, hogy megnéznéd, hogy adja vagy nem adja. Most, hogy így mondod, Commendation, melyik is az izé, a Discovery, ugye? Azt hiszem, igen. Az a 20 fotósat még meg se csinálta meg a 10 civiles megmentést. Hallod, megvan a Bank Headquarters Discovery Merit. A 10 izét kimentettem, cuccot, de viszont a Complete Mission nincs meg hozzá, szerinted? És itt van félbehagyva a game. Hát... ez egy olyan probléma, hogy valószínűleg menet közben kiléptél, miközben már felszedted az összes loot. Az a viszont az a probléma, hogy ahogy elindítod a küldetést és újra belépsz területre, mondod kezdve újra lootolnod kell azt a 10 lootot. De tudod mi a durva, hogy a Grand Washington Hotel is megvan a 10 loot és nincs megadva. Nem adta meg. A Jefferson Plaza-ba is felszedtem a 10-et, vagy nem? De mondtam már mi a megoldás. Van más kari. Azzal meg lesznek ezek a bravúrok. Avval megcsinálod, és megadja. Ennek is, meg annak is. Bazeg nem a Discovery-be van ez a szar. A Discovery-be nem lesz, nekem se adja meg, de viszont ott loot boxot ír, nem. Nem simán lootot, dobozból kellene nyitni. 10 ilyen lootos doboz kell nyitni. Én most próbáltam, mielőtt csatlakoztam hozzátok, arra az evertet, és felszedtem 10 lootot, és nem adta meg. Ez jó. Másik kari. Archive merit. Ne, 4x20-a még mindig. Majd nyomom kicsivel, az kész. Más nem tudok csinálni. A bravúrok ez a probléma. Tehát ha ennél bebugolt, nem adja meg semmiképp, akkor az nem is fogod megkapni ebben a karival, mert amíg ezeket a problémákat ki nem izélják, meg nem oldják, addig másik kari, és avval megcsinálod, és kész. A bravúrokat mind a kettő megkapja ugyanúgy, tehát ez nem veszik el. Mind a kettő némekban. Na nézzünk itt be. Hol itt karácsonyos cucli-mucli minden, bazd meg. Vizes palackok. Ó, ez egy kínai izé, ez a Shanghai kis hajó, vagy mi az, az evező szar. Ja, sok kicsit kínai evez. Ja, sok sárga evez, sok rizsorcsó, ha evezel. Aha, itt van egy telefon Vice Detected. Na ez így jó lesz. Dik, nem jó. Azt nézem, itt kell kilőni, hogy jó legyen. És ott a telefon. Ja, jó néz ki ez a hajó már, nem? Aha, amúgy fasza. Az már szín. De jön is már rongál. Vondálám. Tényleg jó kis vitorlás. Mi a kurva is? Szenvedted még, Józsi? Micsoda? Szenvedted még?
És azt nézem, hogy hogy a fazba tudok bejutni. Kilőni nem tudtam semmit, de bedobtam a gránátot ebbe a szarba, sehol semmi. Az lesz az. Nem, az sem az. Nyújjál beért. Ezt a dumát, bazd meg! Hát nem hiszem el. El fog fogyni a rohadt gránátom. Na és így. Nyílj már ki, te szemét! Szeretnéd a megoldást? Azt nézem, basszus, hogy nincs a falon valami szétlövős geci. Arról nem lehet bemenni, mert nincs ott tüzé. Dolgozták már ezt a hajót. Szét kell lőni, hogy be tudjak menni. Azt hittem az én mutatod. Nem. Szeretnéd a megoldást? Aha, jó lenne ide. Nagyon jó, akkor mehetünk tovább. Ne szopassál, bazd meg! A kurva életben. Majd és hanos, hagytál szenvedni, te állat! Fú, baszki. Majd később, most nem. A hátatok mögött ott van egy csomó brigádtag. Ezek mind kínaiak. Itt is van kínai hajó, arra vigyáznak. Majdnem kijött egy kalapácsos, csak mondom. Jön még egy helyette. Fején nincs is ott. Na nekem se. Jó. Majd legközelebb most. Itt egy kapcsoló, ezt nyomjam be. Bazd meg! Faszott nagy hajókült volt itt, te! A Last of Us 2-t kiadják PC-re, szólok, Laci. Az a túlélős horror játék. Nagyon baszó gép kell hozzá, remélem tudod. Igen, és? Hát csak szólok, azt én meg fogom venni, ha kijön. Első részt kiadták, ingyenesen megkapták a PlayStation-osok, akiknek van netől fizetésük. Hát de most mondta, erős gép kell hozzá. Hát a tiéd az jó, bazeg, azon elindul, ne vicceljél már. Hát... Szétverném, ha nem indul el, bazeg. Hát akkor veszel egy RTX 2080 Ti-t, hát mi az neked? Hagyjál már, bűröd alatt is pénz van, úgy megvagdosnálak. Persze. Tudod, már elvérzel, Laci azt mondtad, hogy van pénzed. Mi a faszom fűnyíró itt? Ebben a retek dzsuvában? Nem áll, gyerekek. Nem. Hol a faszban van? A hangját hallom. Azt a kurva kirobbantott mellettem. Nem jó helyre pattan. Arra jelez nekem telefont, kettőt is.
destroyed weapon dock weapon stock pit. I love you too. Azt mondja, hogy I love you too, szereti őt. Megnézem itt fönt a tető, mi van, és ezen a felső szinten. Majd lesz egy rész, ami talán nem olyan egyértelmű. Fú, szeretem a nem egyértelmű dolgokat. Ó, gránát, az kell. Mi a faszom, ez metrókocsi ez itt? Ha itt átnézek az üvegen. Ja, basz meg. Valami olyasmi. Egy gumit dudli csónak. Fú, tele van kínai izével, cucca, ez valami kínai raktár lehetett. Sok hamisítvány ruhát itt tárolták, tuti. Persze, itt vasalják a Nike-t, meg minden. Még a cipőkre is a jeleket. Én mikor kimentem a piacra, és így... de is mondd, előtted mosolják rá. Tudod, kiválasztod, milyet, hát... Miért szeretnél? Hát, na, itt jó, akkor mindjárt vasaljuk rá. Nagyon kemény, hát, basszus. Hát, szépen már vasalja is ráfelé. Hát a mezekkel a 8. előadban ugyanezt csinálták. Vettél csima alapfehér mezt, meg minden, és kérdezték, hogy milyen csapatot akarsz, bazzag. Azt vasalták ott is rá a cuccokat, bazd meg. Keményen tolják a kincsók. Fú, három olyan szart kell kilőni. Hát itt vannak bőven, bazd meg. Nem dobsz te semmit. Azt, hogy lenyilazott a geci, láttad? Aha, arra mondom, hogy hopp. Egy nyilacska becsúszad. Kurva anyukat, amikor kevés HP-d, akkor de kurva jó. Mellettem jött el. Fönnyíró. Valaki véreztetett. Nagy darab. Hogy fut a kis buzi? Amúgy a drónodhoz mihez kell a 10 kill? Nem feladathoz. Mit tudom, én alig találtam meg azt is. Csak hogy ne, hogy idő legyen, hogy annyira mit egy létfontosságú legyen, akkor... Dehogy is! Mert semmi különös. Neked a drónt azért azt jobban föl kéne húzni. Már lehet, hogy meg is van.
Direkt a pirosakra engedem csak. Többi úgy is leüti. Faszom. Most készültek a karácsonyhoz, vagy most lett vége a karácsonynak? Ahhoz képest, hogy rájöttél már az első pillanatban, hogy három szart kell felrobbantani, ahhoz képest egy van készen. Hát tudom, egyet tudtam távolról kilőni. Hát csak azt hittem, hogy azért annyira nyomod az inventorit már. Tele van a cuccom, basszus, ki kell törölni. Jó. Majd a ezé kis pisztolyokból megint ki kell rakni. Keveset raktam ki szerintem. Mi van megint? 30 vagy 40 van nálam? Nem, csak 18. Csak a felit raktam ki. Hát igen. Ezt már levitattuk. Tudom. De... százalék arányos megoldásokkal jön ki. De jó van nálam van, kell. Hidd már, hogy kell. De miért kell? Nem kell semmi ez, valószínűleg egy. Aha, itt van egy telefon. A kurva! Mentsetek meg! Szed a Hive. Hol a telefon, basszus? T betűnő. Egy szinte följebb. Telefonni, futok én föl. Ez valami boat klub, akkor ez valami kínai boat klub lesz. Ah, itt a teló. De jó, hogy körbefutottam, azt a hajóról fel lehetett volna jönni a kurva életbe. Dik a másik, meg ott van a másik oldalon, ahonnan jöttünk. Fejezzük be, vagy keresjük meg még a... Ne fejezzük be, mert sem a cím nincsen még. Ja, visszafele, visszafele. Kérdem, hogy befejezzük, vagy menjünk és keresjük meg, és majd utána még befejezzük. Keressük meg. Egyértelmű, hogy megkeressük. Ott elején is egyik telefon nem tudtam fölvenni, szerintem vagy három telefon hiányzik. Vagy kettő. Erre jelez telefon. Gyere, mutatok valami érdekesebbet. Várjál, megyek.